Ütődöm kőnek, csillagnak, a tél gyémántos oszlopának, s a csonkaság emlékhelyei kíméletlenül fölsajognak. Nincs semmit, amit nagy lélekkel el tudnék felejteni. Nincs semmit, amit öröknek hinnék. Ó, hány mohács zivataros délutánjából kellett kimentenem a reményt! Magyarországon 1964. április 11-e óta ünnepeljük a költészet napját. Ezen a napon született József Attila és Márai Sándor is. Országszerte ilyenkor megemlékeznek a költőkről, van, aki az utcára ragaszt ki verset, de akadnak olyanok is, akik versmondó eseményeken szavalnak költeményeket. Így volt ez Tolnán is, ahol a Magházban rendeztek versmondó délutánt. Az egyik résztvevő Csóri Sándortól és Reményik Sándortól mondott verset. Költészet napja van ma ugye, és én is szeretnék két verset elmondani. A Reményik Sándor versnek a címe, és a szívem is elhagyott engem. A Csóri vers pedig Ütődöm, svánszorgok. A Csóri verset azért választottam, mert Csóri Sándornak ma Óbudán, az óbudai temetőben ma avatják a síremlékét, és Reményik Sándor pedig szeretem, az ő verseit szeretem, de őt nem nagyon szoktam hallani, csak nagyon ritkán. Hát gondoltam, akkor én mondok egy Reményik verset most. Hát a versekhez kötöttem, ugyan én verseket nem szoktam mondani, csak még valamikor iskoláskoromban igen, de utána nem, de verses köteteket nem azért vettem, hogy legyen, hanem szeretem. Ugye, amikor az ember elvonul, mindig talál olyan verset magának, ami megnyugtatja, kikapcsolja, meg egyszerűen a versek szépek. Hogy ez a mai nap is még a miénk legyen. Verődöm, vonszolódom, régi határtól új határig, s felnyög hozzám a letaglózott Börzsöny, Balassi Horpad sírja, és én újra rémülten nézek hátra, mögöttem, mintha kipusztult madárfajoktól a kavaromba vörös. Az én kedvencem Vörös Marti Mihály. Én nekem ő a legkedvesebb költőm. Én azt hiszem, abban a korban, amikor ő élt, ő volt a legmélyebben gondolkodó költő abban a korban. Aztán voltak többen is, de Vörös Marti, talán én nekem Vörös Marti, és Vörös Marti után Arany János. Hát nem tudom, talán az ő családcentrikussága, most nem kezdik haza szeretet, hiszen minden költő szereti a hazáját, azt hiszem, meg szerette is, úgyhogy nem tudom, Aranynak a versei, sőt én a balladáit kedvelem nagyon. Tehát az öregkori, amikor ő már öreg volt, azokat a verseit, és hát ugye a balladák is akkor írottak. Azok olyan mélyek, mély mondani valójuk van. A szervező elmondta, nagyon nagy szeretettel rendezte meg ezt az eseményt várva, hogy sokan eljönnek és előadják kedvenc verseiket. A délutánon összegyűltek közül mindenki elszavazhatta kedvenc verseit az általa leginkább szeretett költőktől. Levél, takarjál mindent, ahol még valami kinevel. Csillagos ő, ragyog be őszi estén, amit a sors elénk rendel. Halk, fizek is halatik szerte, de emléke megmarad örökre. Nagyon nagy szeretettel akarom tartani, hogy Tolnán is legyen olyan, hogy akik itt vannak, azok közül is, ha van valaki, aki szavalna, annak én is nagyon örülnék. Nem csak magam miatt jöttem. Nem csak saját versem, először nagy íróink verseiből, és aztán utóbb a saját versemből is. Búsan tétován tovaszáll a levél, de a fa helyén marad, hogy álmokat szőjön, újra éljen, mikor eljön a csodás tavasz. Susog a szél, messziről hoz búcsú üzenetet, búcsúzni kívánt, kit hadba küldenek. Nem küldik őt, megy egyedül, csupán hajnalra vár, búcsúzni kívánt. Kedvencem Petőfi. Petőfi közel áll a szívemhez, a versei, az Alföld, noha nem Alföldön születtem, de megfogottam, milyen szépen, amilyen csodálatosan írt róla szülőhelyéről, vagyis környékéről. Petőfitől a 19. század költőit. Abban annyi minden van, amit jó lenne tudni, és jó lenne úgy élni, vagy úgy gondolkodni, ahogy akkor ő gondolkodott. Verset mondok még. Aditól, Grófi Szérűn, mondok verset Csokonaitól, és hát van egy olyan vers is, amire egyszer megkértek, hogy mondjam el a tévébe,
meg a magányos klubba, mondtam azt a verset el, azt még egy festő művész, Benkő Ferenc, Tolna megyében Bonyhádon született, sajnos már meghalt 2005-ben, és most úgy szeretnék azon a verssel elbúcsúzni, vagy elbúcsúznánk tőle, vagy megemlékeznénk rá. A költészet napján a Mindenkinek van egy verse címmel rendezték meg a versmondó délután Tolnán. A közönség soraiban helyet foglaltak idősebbek és fiatalok is egyaránt.